A pandémia miatt ezúttal nemzetközi videokonferencián keresztül tartotta meg a 2021. évi közgyűlését a nukleáris létesítmények körüli európai önkormányzatok csoportja. A szervezetnek 14 országa tagja. A társulás magyar alelnöke azt mondta, a járványügyi helyzet miatt a legtöbb rendezvényüket online tudták csak megtartani. Nyáron nyílt arra lehetőség, hogy erőmű látogatásokat szervezhessenek a lakosság bevonásával. Egy nyílt dialógus formájában felvetéseket kértünk a résztvevőktől, a tagoktól, hogy vessék fel azokat a problémájukat, amit esetlegesen nemzetközi szinten, európai uniós szinten is tudnánk képviselni, és itt mind Spanyolország, mind pedig Svédország részéről voltak olyan felvetések, amiket mi az elkövetkező időszakban az Európai Parlament felé majd képviselni fogunk. Gáncs István, a TEIT alelnöke szerint fontos az, hogy egy nemzetközi szervezethez tartozik a Paksi Ellenőrző Bizottság. Valójában ez egy köldökzsinór, nem csak nekünk, hanem valamennyi társulás, vagy a társulás valamennyi tagjának, valamennyi tagországnak, hiszen egy nemzetközi konferenciát, egy nemzetközi eseményt lebonyolítani csak úgy lehet, hogyha megfelelő szaktudással, megfelelő háttérinformációkkal rendelkeznek a tagállamok. A tervek szerint a TEIT legközelebb 2022 tavaszán Szlovéniában vesz részt egy atomerőmű ellenőrzésén.